Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek! Kedves ünneplő testvérek itt Schwäbischmünden! A gyermekek csodálatos módon megajándékoztak bennünket pásztorjátékokkal, és közvetítették az örök üzenetet. Isten a szeretet, aki szeretetben él, Istenben él, és Isten él ő benne. A mai napon, karácsony harmadnapján Szent János apostolt, evangélistát köszöntjük, ünnepeljük, aki nem más, mint a szeretetnek az apostola. Mindannyian, akik most itt együtt vagyunk ezen a szentmisén, hálában és szeretetben találkozunk, és azért fohászkodunk, hogy valóban mindig szeretetben élhessünk. A közösségnek a mai nap egy picit szomorú is, hiszen a közösségünk egyik oszlopos tagja, Boldizsár Piroska, a tegnap este folyamán elköltözött a földi életből. Hazaérkezett a mennyei atyához. Még úgy készült, hogy most ezen a szentmisén velünk együtt lesz. Így, drága Piroska, hitünk szerint, reményünk szerint a mennyországból ünnepel most velünk együtt. Ebben a szentmisében, miközben érte, imádkozunk, természetesen meg is köszönjük az ő életét, az ő szolgálatát, mindazt, amit ő ennek a közösségnek hosszú évtizedeken keresztül szeretetből ajándékozott. Továbbá, ahogyan minden szentmisében, most már több mint két hete mindig elmondom, Kóbia Pascal testvérünkért is fohászkodunk, aki bő két héttel ezelőtt szívtranszplantációs műtéten esett keresztül, most a felépülés, a gyógyulás útján van, és ahogyan napokkal ezelőtt üzenetet váltva írta nekem, nagyon-nagyon köszöni azt a lelki segítséget és támogatást, amit mi mindenütt egy közösség, egy nagy család tagjaiként nyújtani tudunk számára. Szeretnék ezt tenni ebben a szentmisében is. Másrészt, és akkor ez lesz a harmadik ima szándékunk ebben a szentmisében, ezen a héten, karácsony ünnepének 8-adában, pénteken Szent Családot ünnepeljük. Éppen ezért természetes hát, hogy ebben a szentmisében a magunk családi közösségéért is hálás szeretetben fohászkodunk. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Foglaljunk helyet, és az Uram irgalmaz után a lapról a 2. számú éneket, a dicsőséget fogjuk elénekelni. Kristus kegyelmez,
Istenünk, te Szent János apostol által föltártad előttünk örök igét, rejtett titkait. Kérünk, tedd fogékonnyá értelmünket, hogy megértsük, amit ő oly kiváló bölcsességgel tanított nekünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és szeret bennünket a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke a zsidókhoz írt levélből. Isten az ő fia által szólt hozzánk. Testvéreim, sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz a proféták szavával. Most, a végső napokban fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, hiszen a világot is általa teremtette. Benne ragyog az Istenség, ő az Atya képmása, és hathatós szavával ő tartja fenn a mindenséget. Miután megváltott minket a bűntől, helyet foglalt az isteni fölség jobbján. Hatalmasabb, mint az angyalok, mert magasztosabb nevet örökölt náluk. Vajon melyik angyalnak mondta valaha Isten, a fiam vagy te, ma szültelek téged, vagy pedig én atya leszek, ő pedig az én fiam. Sőt, amikor egyszülöttjét bevezeti a világba, így szól, és leborulva imádja őt az Isten minden angyala. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. A lapról a 10-es számú éneket énekeljük fel nagy örömre. Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, amit kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit saját szemünkkel láttunk, amit szemléleltünk és kezünk tapintatott, az élet igéjét hirdetjük nektek. Az élet megjelent, mi láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit láttuk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben. Ezeket azért írjuk nektek,
hogy örüljetek, és örömötök teljes legyen. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Aki az Úr nevében közeleg, Isten az Úr, és reánk árasztja fényét. Alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. A hét első napján, húsvét vasárnap kora reggel, Mária Magdolna elfut a Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta neki. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az ott hagyott gyolcs leplet, de nem ment be. Közben odaér Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt, és hitt. Ezek az evangélium igéi. Foglaljunk helyet. Krisztusban szeretett testvérek, mai ünnepünkön itt, Schwäbischmünben a gyermekek az ide hozott pásztorjátékkal tulajdonképpen már tanítottak bennünket. Közvetítették karácsonynak örök üzenetét. Isten a szeretet. Az isteni szeretet az mértéktelen. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, örök élete legyen. Az isteni szeretetnek a lényege az önkiüresítés, a teljes megalázkodás, amely természetesen számunkra, keresztény emberek számára az örök minta is. Ha értelmes életet akarok élni, akkor ennek csak is egyetlen egy útja, egyetlen formája és módja van, szeretetben élni. Isten iránti szeretetben, szeretetben embertestvéreimmel, és szeretetben saját magammal. Gyermekeink a maguk sugárzó tekintetével, lelkesedésével, ügyességével ezt a csodálatos örömhírt erősítették fel mindannyiunk lelkében. Az egyház a karácsonyi ünnepkörben, annak nyolcadában, oktávájában, mint egy hullámvasúton végig vezet bennünket, gondoljunk csak Szent Estének meghitt pillanataira,
amelyben mindig mintegy újra éljük és újra megtaláljuk gyermekkorunk karácsonyát is, ahogyan tettük ezt most a szentmise elején is a pásztorjáték folyamán, amikor talán mi magunk is annak idején, amikor gyermekek voltunk hozzájuk hasonlóan, valamilyen szerepet vállaltunk egy-egy pásztorjáték alkalmával. Milyen nagyszerű és felemelő érzés ez mindannyiunk számára. Aztán természetesen a karácsony ünnepében ugyancsak Szent János evangélistától az úgynevezett prológus, a bevezetője az evangéliumának, amelyben arról ír János apostol, hogy a logosz, a szó eljött közénk, az Isten bölcsessége, aki által minden lett. Eljött, hogy fényként a sötétségben világítson még akkor is, ha sokan az ő fényét, az ő világosságát nem fogadták és nem fogadják el. Karácsony ünnepnapja egy örök felhívás mindig számunkra, hogy szeretetben kell élni, hogy Isten az ő teremtő erejével bennünket is megajándékozott. Többféleképpen, ha emberként életet hozok a világra, az Isten teremtő erejéből való részesedés ez. És azzal a céllal, azzal a szándékkal teszem, hogy mindazokat az értékeket és ajándékokat, amelyeket a magam életében megéltem és megkaptam, megtapasztaltam, magam emberi, szülői felelősségében továbbadhassam. De ezen túlmenően egy másik fajta csodálatos isteni erővel is megajándékozott mindannyiunkat, és ez pedig a szónak a hatalma, amelyet én így próbáltam az idei karácsony ünnepkörben megfogalmazni, a gondolat, a szív, az érzések tisztasága. És ezzel a csodálatos erővel szintén mindannyian rendelkezünk. A szónak hatalma. Majd a tegnapi nap folyamán Szent István első vértanúk a diákonust ünnepelve az élet másik oldalára tekinthettünk, amelyben ott van az igazságtalanság, ott van az embertelenség, ott van az egyéni érdekeknek a követése, amikor emberek összefognak csak azért, hogy valakit ellehetetlenítsenek, halálra küldjenek, és benne István diákonusnak örök magatartása, viselkedése, aki még a megkövezés pillanataiban is az őt rágalmazókért, az őt halálba küldőkért tudott imádkozni, fölkiáltott: Atyám, ne rót fel ezt nekik bűnül. És mennyire érdekes, hogy ruhájukat a megkövezők annak a Saulnak lábához helyezik, aki később az egyház legnagyobb apostola, megtérését követően Szent Pál apostol lesz. És a tegnapi életrealitástól, mondjam így, ma megint elérkezünk Szent János apostol ünnepéhez, aki, amikor eltelik fölött az idő, túl van már a 90. életévén, a keresztény hagyomány szerint szent hagyatékban csak ennyit hagy hátra: fiacskáim, csak szeressétek egymást. A karácsony üzenete ez: fiacskáim, szeressétek egymást. És ennek különös súlya, jelentősége van, időszerűsége a jelen világunkban, amikor tőlünk 1000 kilométernyi távolságra, vagy több 1000 kilométernyi távolságra háború dúl. A békéért kiáltunk, a békéért fohászkodunk, tudva azt, hogy nekünk csak arra van lehetőségünk, hogy ezt a kívánt és óhajtott békét a magunk életében teremtsük meg. Amen. Örömmel valljuk meg keresztény hitünket. Hiszek egy Istenben, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban,
az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadapon föltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, megváltom születésének ünnepén az Isten gyermekség örömével fohászkodjunk az Úrhoz. Add, Urunk, hogy egyházad a betlehemi pásztorok hitével fogadja megtestesülése szent titkát. Kérünk téged. Add, Urunk, hogy egyházad tisztelje és szeresse betlehemi igénytelenségedet. Add, Urunk, hogy ezen a szent ünnepen meghallja a világ az angyalok békeszózatát. Add, Urunk, hogy amint te, a mi testvérünk lettél, legyenek egymásnak testvérei az emberek is. Add, Urunk, hogy karácsony boldogságát a gyermeket váró édesanyáknak, az újszülötteknek pedig add meg az Isten gyermekség kegyelmét. Elhunyt Piroska testvérünknek add meg a boldog mennyországot. Urunk Jézus Krisztus, te részese lettél emberi természetünknek, engedd, hogy mi pedig megtestesülése titka által isteni dicsőségedben is részesüljünk Krisztus, a mi Urunk által. Foglalunk helyet, és lapról az ötös számú éneket fogjuk énekelni. Imádkozzunk együtt, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, szentel meg felajánlott adományainkat, és add, hogy ebből az égi lakomából az örök ige titokzatos életét merítsük, melynek titkait ugyanebből a forrásból tártad fel János apostolodnak, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek!
emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Világra jöttének most ünnepel szent titka révén, láthatóan megjelent köztünk a láthatatlan élő Isten. Az idő kezdet előtt született, mégis időbeli létezést vállalt, hogy önmagában fölemeljen mindent, ami veszni indult, így helyreállítsa a világrendjét, és az elbukott embert ismét a mennyek országába hívja. Ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és egy szívvel énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazd el rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vett a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. A hatos számú éneket énekeljük, ó, gyönyörű szív! Ő általa, ő vele és ő benne.
a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten úgy szeretett bennünket, hogy üdvözítőt küldött az ő egyszülöttét. Ezért imádkozzunk bizalommal. Mi Atyánk! Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőséges eljöttét. A hatalom és a dicsőség mindörökké. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földek, ezért kérjük, Urunk Jézus béke fejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, add meg a teljes egységet, kérsz és szerez bennünket most és mindörökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke jelében. Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, kiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram!
csendesét. 9-es. Jó? Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, a most bemutatott áldozat által lakozzék mindig bennünk a megtestesült ige, akit Szent János apostol hirdetett, Krisztus a mi Urunk által. Még egyszer áldás előtt szeretném köszönetemet mondani az angyali hírvivőknek, gyermekeinknek, a nagyon szép karácsonyi ajándékotokért, miután átöltöztünk, ne szaladjatok el, nektek is ajándék, meglepetés vár majd benneteket. Bár biztos annyi ajándékot kaptatok már, de ez is jól fog jönni, jó? Majd megbeszéljük, hogy mind. Természetesen nagyon nagy köszönet mindazoknak, akik a mai szép ünnepünket előkészítették. Ferenc barátomra is gondolok, hiszen nem csak a mai alkalommal, hanem más alkalmakkor is igyekszünk széppé tenni szentmiséinket. Nagyon szépen köszönöm azt az önzetlen munkát és áldozatot, amit te a magad tehetségéből és tudásából közösségünknek ajándékozol,
azzal, hogy gyermekeinkkel is törődsz, foglalkozol, nevelgeted, tanítgatod őket. Nagyon szépen köszönjük, Ferenc, tapsot mindenképpen. Természetesen, ahogyan már jeleztem, még egyszer elmondom, hogy Tündének és csapatának is nagyon-nagyon nagy köszönet, és Attilának persze, hogy együtt ilyen szép dolgokat tudunk elérni itt ebben a közösségben. És én azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel ti magatok is a többi részegyház község számára is bizonyos értelemben jellé váltok, és azt mondjátok, hogy ti is keressétek meg magatokban a saját egyéni kincseiteket és értékeiteket, és ahogyan mi, úgy ti is hozzátok és tegyétek oda a mi oltárunkhoz, asztalunkhoz. Nagyon szépen köszönöm Kelemen József orgonaművész barátomnak, Nagyumból pontosabban, aki volt kedves és eljött és orgona játékával, el kell, hogy mondjam, most olyan hangokat csalogatott elő az orgonából, amelyeket én még eddig soha itt nem hallottam. Nagyon-nagyon nagy köszönet, Józsi barátom! És természetesen, bár a végére hagytam őket, de annál is inkább, mert szeretném megköszönni Timár Kinga és Németi Gergely művész uraknak, operaénekeseknek, hogy mindannyiunkat szárnyuk alá ragadtak, és valami csodálatos magasságokba röpítettetek el. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, nagyon nagy hálával és nagyon nagy köszönettel tartozunk mindkettőtöknek. Jó Isten adja, hogy még sokáig és sokszor élvezhessük egymás társaságát, barátságot, és hangotokkal, csodálatos hangotokkal meg tudjatok ajándékozni bennünket is még. Köszönjük szépen! Most pedig fogadjátok az áldást. Az Úr legyen veletek. Áldjon és őrizzen bennünket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, éljünk békében. S van nekünk egy csodálatos karácsonyi himnuszunk, a lapról a 11-es számú, leszállt az ég dicső királya. Itt van.